Pari, 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 tiki, tuki, tiki, tiki, tuki, tiki, a flamingó pingvinekkel fogócskázik, a ninja ellenfeleivel harcol. Ilyen és ehhez hasonló szerepjátékokkal fejlesztik a Mú Színház Veled Kerek a Múhely Egyesület drámapedagógusai és színészei a szezonnyitó tanfolyamon a gyerekeket. Az improvizáció és a drámaszínjáték kedvező hatással van a gyerekekre, szabadon játszva tanulnak. Nagyon sok válfaja van azoknak a gyakorlatoknak is, amiket játszunk. A személyiség fejlődésre ható gyakorlatok, kommunikációs gyakorlatok, a mozgáskoordináció fejlesztése, a fantázia, a kreativitás, a kifejezőkészség fejlődése. Nagyon fontos a csapatmunka és a csapatban való együttműködés, és ez is pozitívan visszahat a személyiség fejlődésre, hiszen ha egy olyan elfogadó közegben vagyok, ami pozitív visszaigazolást ad, és ahol önmagam lehetek, az az élet minden terén végig kíséri majd. Az az első alapmozdulat, hogy mindenki egyszerre dobolunk a térdünket, és azt mondjuk, hogy konga, csikasabban, konga, 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 bani, bani, bani. A drámapedagógia a folyamatos nevelőmunkát hangsúlyozza, amelynek nem feltétlen velejárója a színjátszók által közönség előtt bemutatott előadás. Olyan művészetpedagógiai irányzat, amely a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben. A színház egy nagyon jó közeg arra, hogy tét nélkül kipróbálhassunk egy csomó olyan dolgot, amit az életben nem próbálhatunk. És a színház eszközeit használjuk oly módon, hogy felszabadítsuk az ott jelenlévő gyerekeket és felnőtteket. Tehát az, hogy vannak olyan részek, amikor nézik, és így nem tudatosan az is fejlődik benne, hogy milyen az, hogy elő kell adni, hiszen elő kell adni egy érettségit is, vagy el kell menni, és közérben kell vásárolni, ott is kell mondani magunkról dolgokat, csak ezt nem is tudjuk, hogy például ezeket is gyakoroljuk. És nagyon fontos az aktív figyelés is, hogy milyen az, amikor a másikra figyelünk, és azzal támogatjuk, hogy hallgatjuk, megnézzük, vagy újra próbálunk bizonyos dolgokat a játék eszközeivel, vagy a színház eszközeivel. Tehát olyan játékokat is játszunk, amiket színészképzésben használunk, hogy a maszkok, vagy a karakterek, vagy ezek a jelmezek, vagy tehát azok a bevett színházi formulák, azok nagyon jó játékok a gyerekeknek. Tehát hogy önmagában a gyerek fantasztikus szakács, mert tudja, hogy annak kell lennie, vagy űrhajóvezető, vagy traktor feltaláló, és hogyha egy picit megsegítjük azzal, hogy fénnyel, játékkal, jelmezzel hozzárakjuk, akkor még jobban benne tud maradni ebben a mesevilágban. A Veled Kerek Egyesület nyáron és évközben is szervez táborokat és kurzusokat 5 és 99 év közöttiek számára.